Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek egy termőföldön, városunk határában. Ahogy a felvételeken is látszik, az őszi búza betakarítását már gépesítve, kombájnnal végzik. A népi kultúrában azonban az egyik legnagyobb közösségi eseményként tartották számon ezt a munkafolyamatot, amelynek kezdete június 29-éhez, vagyis Péter Pál napjához köthető. Péter és Pál apostolok voltak, akik azért kapcsolódnak ehhez a naphoz, mert ezen a napon haltak vértanú halált. Pétert keresztre feszítették, Pált pedig lefejezték. A napjukhoz kapcsolódóan említhetjük azt, hogy ezen a napon szakad meg a búzatöve, ez azt jelenti, hogy kezdetét veheti az aratás. Ehhez kapcsolódik természetesen egy praktikus népi megfigyelés is, hogy ettől már aratható a búza. Az aratás kezdetéhez több hagyomány is kapcsolódik, amelyekkel a munkafolyamatok sikerét, valamint a jó termés előidézését próbálták segíteni. Ennek eszköze volt az imádkozás. Emellett a tűzgyújtás szokása is kötődik ehhez a naphoz. Kapcsolódhat egyrészt a tűzgyújtás, amiről fennmaradtak források. Erről Bálint Sándor számol be, hogy a Szent Iván naphoz kapcsolódó hagyomány Péter és Pál napján is megfigyelhető. Tüzet gyújtanak és a tüzet átugorják. A népi kultúrában az aratás egy hosszú és fárasztó munkafolyamat volt, amelyből a közösség minden tagja kivette a részét. Az aratás végét rendszerint az aratókoszorú kötésével, valamint mulatsággal zárták augusztus közepén.